Na csácsú, mi csőtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, ürvő csatornák képen jelentkezik egy olyan videó, amiben le fogjuk alázni az RTS 2-t. Igen, ez a játék szerintem megeszi reggelire az RTS 2-t, gyerekek kapaszkodjatok, mert olyan dolgokat ígér ez a játék, amit hogyha csak arra hagyatkozunk, hogy mit ígér nekünk, akkor szerintem egyszerűen RTS 2-nek semmi esélye nincs, mert ebben a játékban gyerekek nem elég, hogy igazából nem csak kamionnal tudunk fuvarozni, hanem akár még egy lerohadt dukátóval is, de nekünk kell ugye feltargoncázni az árut, nekünk kell megvenni az olyan gépeket, amivel fel tudjuk pakolni az árut, meg igazából egy olyan karrier lehetőséget nyújt nekünk, hogy egy egész logisztikai vállalkozást tudunk indítani, csodálatos, csodálatos, és van single player meg multiplayer is, igen, nagyon kicsit izgatott vagyok gyerekek, ki kell próbálnunk ezt a játékot, megnézzük, hogy igazából végén el fogjuk dönteni, hogy megeszi ilyen reggelire az RTS 2-t, a This is játéke, vagy nem, ez a lényeg. Na hát a single playerbe fogja verhetni egy keeper, mert hát letorrentezte természetesen a multiplayer, az nem valószínű, hogy működni fog, na. Álljál meg gyerek, körül kell nézni a keze. Hallod, ki lehet próbálni a járművet, mielőtt megeszed, baré, hát ne szórakozzál, vagy nem? Mi ez? Hol vagyunk? 12 000 pénzem van, egy kamerával. Hallod, belső nézetet tudsz nézni, baré! Hát Istenem, hát még vannak itt kár? Van itt kár, meg pick-up, meg minivan, meg panel van. Panelautó, gyerekek, panel van. Meg Didig Truck, az ilyen billencs, nem? Vagy milyen szar, várjál már, hogy kell ki? Hogy kell ezt, 12 000 pénzünk van, nem tudom, miben van megerőzett C, idejével, nem tudom, koronában, vagy miben van ez a pénz, na. Type, select, switch kamera, jól van, várjál, hát mit tudunk 12 000-ből mi? Ja, hogy itt vannak, hallod, itt van-e, itt tudunk venni gyerekek. Ja nem, várjál, ezeket nem tudod megvenni, de meg tudod venni. Mi a rák, úristen, mi van itt gyerekek? Megőrülsz, várjál, ezt nem tudod megvenni, hanem ezt gondolom, ezzel tudod felrakni az árut. Van kettő targonc a gyerekek, az egyik az zsír, a másik az le van egy kicsit lágva. Hoppá, ha van itt egy manitú is, és lehet forgatni, nem csúnya a grafika gyerekek, nem rossz, hát érzem ezt, hogy jó lesz ez a játék gyerekek. Leverez mindent, mint a szart, nem tudom egyébként milyen felbontásban játszok. Azt hiszem, hogy 18 fanban remélem, hogy nem, jól a felvétel, mert újra tettem a gépet, aztán már megint. Ha megint egy keeper újított, igen, erősebb lett a verda már, nagyon jó gyerekek. Oda nézzél a belső nézetet, hallod? Nagyon durva. Nagyon durva, üzemanyag nincsen benne sok. Na, jó, menjünk tovább, miket lehet itt bizniszolni, várjál. Oda néz az AHT-es Audi, hát ne szorrakozzál. AMG Mercedes van, AMG Mercedes? Na várjál, mennyi pénzbe kerül ez? Hol van? 85 000, úristen, drága! Drága ez a dolog, gyerekek, hát közben egy pick-up mennyibe fáj? 35 000, hallod? Hát nem fogunk semmit sem venni itt, érzem már. Audit nem veszünk, drágaság. Cégvezető Audit, pick-upot. 35 000. 40 000. 40 000, bassza gyerekek, a Raptor. Hát nem tudod megvenni. Hát akkor mit tudunk venni? Mini van? 10 500. Ha meg tudjuk venni a hízait, ami az... Ó, ez valami Peugeot partner, vagy nem tudom mi akar lenni, csoda. Jaj, oda nézzetek, hallod? A T4-es Transit, vagy mi a... Vagy Transit, Transporter. Mennyi ez? 14 000? Nagyon drága. Hallod, személyszállítás nincsen. Panel van 32 000 gyerekek a Ford. Simul a néved, vagy a Ford gyerekek. Ó, van egy licenszett márkák, moré, man, hallod? 40 000, nagyon drága, nagyon-nagyon sok drága. Az mi? Platós, hallod? Hát remélem Ducatóval, de mi ez? 12 500, majdnem meg tudnál venni. Hallod, a vesémet eladom, vagy valami csodát. Mobilomat eladom, hoppá, itt van izé. Ford megint csak. Gyerekek, hát az nagyon drága. 77 000, itt nagyon... Hoppá, ide kell, hallod a izé. Tudod vinni a földet is. Na, Track, igen, van izé. És ez milyen? Ja, hogy milyen? Izé, hajtás, 4x2, nagyon jó gyerekek. Na várjál, iszok egy kis kávét közben, hát... Na, nem öt pörgők eléggé. 84, Scania, hallod? Kettő márka le van izélve. A MAN meg a Scania, az azt a betyár, hallod? Mi ez már? 140 000. Ide már az összes vesénket, az egész faludak a vesét el kell adni.
ez meg, ez mi, minek ez? 250 ezer, gondolom ezt, hogyha megveszed ezzel mondjuk te a Jampi-et, tudsz puposkodni a Tesco parkolóban. Na jó, van, oké, várjatok. Iszok egy kis kávét, aztán veszünk. Mit tudunk venni? A minivan, meg tudjuk venni ezt a bocskot, ugye? Na hát megveszünk, purhase. Purhase vehi, purha vehice. Na. Megvettük, figyeld, lehet-e kolorolni? Várjál. Figyelj, ízzel, ne szórakozz, sötétíted az üvegeket, meg minden. Jaj, beltér, meg minden. Várjál, milyen szín. Hallod, egy Hello Kitty is lesz. Nem? De, legyen Hello Kitty is. Hello Kitty is lesz. Jó van, akkor. Vagy mit lehet még beltér, interjör? Ne szórakozz, mit tudok itt el? Mit tudok itt el állítani? Ojojojojoj, amire kattintok, vagy mi? Hallod, de Hello Kitty azért itt tükröződjön. A belsején is az csodad. De ott lehet forgatni, kagylóülések vannak, mert ötsebességes manuál. Manuális klíma gyerekek, a izében van ilyen... Fú, milyen autó ez, olyan isten. Na, csapjuk neki. Mit lehet még el? Kilométer óra, hallod, ez is... Hello Kitty tényleg azért mindenhol jelenjen meg, akkor már legyen a design az egyöntetű, és roppa. Hallod, tint. Ne hallod feketére, gyerekek, megvág a rendőr, úristen! Kapásból elveszi meg a Vernát is. Ez mi? Lámpecskokat mit lehet? Ne már! Tudod rakni neki a szenont? Hát tuti, hogy meg elveszik a forgalmat egyből. Na, apli. Jól vagyunk? Jól vagyunk? Minden? Ennyi? Hallod, nagyon megturingoltok apám. Na, drive. De várjál, mit kell csinálni? Hova kell menni? Dolgozni akkor. Drive. Na, figyelj, nappal van, vagy micsoda, töltünk? Töltési képernyőnek nevezik ezt a dolgot, vagy mi van? Nem. Select. Mi ez? Hát figyelj, ki lehet választani. Appá, mi a frasz volt ez? Még most jegyezzétek meg, hallod, én nem fogom tudni megjegyezni ezt a sok. Mi ez? Hide. Duda. L. Jó, most jó, meg vagyunk még, ugye? Lássuk. Lássátok testvérem, ennyit az éred. Na. Na jó van, oké, most akkor most hogyan mehetek tovább be? Hülye gyerekek, hallod, ez itt maradt. Mi ez szar vagyunk itt? Mi ez már? Hallod? Te egyet szerintem a gémről. Mi ez, bazen? Hallod, megy az idő meg minden, nem látsz semmit se. De most mi a... Most ne szórakozzál velem, Sándor, bazen. Hallod? Mi van? Start engine. Kicsit enyhén bugos a játék, nem nagyon, várjál, állítsuk valamit, de nem szok állítani, hallod? Hallod, ki vagyunk kizéve? Ki vagyunk crush-ölve? Ne szórakozzál, Sándor, hallod? De nem akarom, érted, hallod? Én annyira örültem ennek a játéknak, én nem tudom ezt megoldani. Itt vagyunk, oké, jól van, ezt térképet mutassa. Nem tudom egyszerűen, ejjjjj. És figyelj, vereted neki, de nem látod a dolgokat. Semmi izé? Semmi nem lehet. F2, hide. Mit hide-olok F2-vel, bazze? Hallod, ez így beleég minden a monitorba. Jó van, akkor várjál. Hát szerintem lehet újra kéne kezdeni egy fuszárvágással. Nyomunk egy olyat, F4. Nehogy is, nehogy véletlenül leálljál, hallod. Close Windows. Vagy valami. Gyerekek, fogadjunk, hogy azt hittétek, hogy a keeper nem fogja megcsinálni a dolgot, de egyébként a... Hogy olyan 3-4 óra googlizás és config fájlok állítgatása után sikerült elindítani a csodálatos játékot, de én ezt nem tudom hibaként elkönyvelni ennek a játéknak, hanem gyerekek, figyeljetek már! Igazából ez olyan, mint amikor a lányok is tudod, aki nagyon könnyen adja magát, az nem biztos, hogy jó, sőt, ezért lesz LTS2 verő ez a játék, gyerekek, mert nehezen adta magát, mert annyira jó, hogy nem adja magát mindenkinek, hanem aki egy kicsit bele tud bújni a config fájlokba, és nagy nehezen el tudja indítani, az annak megadja azt az élvezetet, ami tovább mutat az LTS2, úgyhogy nekem itt ne, gyerekek, nekem itt ne, figyeljetek. Én nem ástam el ezt a játékot, de ez a rózsaszín, hallod, ez a Montana rózsaszín, ez gyönyörű, hallod, ez csoda. Ez csoda, egyébként van egy ilyen... Nem tudom, nem mondjátok, hogy ennyire kutya szarul fut ez a játék? Ott a nézzetek, győr az X6-os. Azt a betyár, hallod? Nagyon jön. Na, jó, nem tudom, mit kell csinálni.
Na, start engine. Benzinkút is van. Hol van az anyagunk? Eljjel, félig van a tank. Hát ne szórakozzál, hogy mi a szar? Alig van üzemanyagunk, hát nem már. Na, várjál, mi van ottan? Hát de valahova kellene menni, nem? Várj, álljál meg. Nyomok egy eszkibet, most már bátran, hallod? Oda nézd ezt a térképet, hallod? Öcsém. A pénybe rajzolták nekünk. Nem baj. Félre, időt lehet húzingálni. Né, hallod, visszafele is tudod állítani az időt. Azt a vegyár, hallod? Így biztos, nagyon izé. Ne szórakozzál, és akkor... Ne, ne, figyelj, időt nem kell nekem. Most legyen dél, hallod? Nem akarok éjszaka menni. Vissza tudjuk állítani a vizét, járművet, hogyha nagyon szétpadlóztunk, gyerekek. Tudunk váltani jármű közül. Van controller, van, hagyjuk. Mapér. Restart mission, és go to garage. És jó van, oké, figyeljetek. Akkor indítsuk, mert oda nézzetek, hallod? Te itt Tibi, mit csinálsz, Oliver? Na. Gyerekek, nagyon megy ez a Berlingo. Na, itt kell felvenni az izét? Kutya fasz. Na, állj! Mit kell? Figyelj, utánfutó, oda nézzél. Mi az? Mi van? Mit tudok én itten működni? Hány méter messze nem megyünk, hallod? Szóval ide! Törékeny jármű, oda kell vinnie. Ide város határába, azt elvállalom, de... Ha? De nem, ez nem nekem kéne fel argoncázni? Nem a szar, nem gyerekek, hallod? A főkörakló! Hallod a rövid gatya? Mi hát a nézi? Ez milyen márka várja? Ez a nyúl akár, micsoda, vagy mi az? De hallod? Te háromszor átment, az egyik lábad vagy nagyobb, mint a másik testvérem. Hát még a pedálokra lépjél le. Fralép? Az! Ne szívass el, testvérem! Oda nézzél, hogy ki porgyal! Hallod, mekkora feje van ennek, gyerekek? Hát ki lehetne főzni belőle egy lakodalmat? Ne szívass! Ó, figyelj, a hidrolika! Jó, gyerekek, ne szórakozzál! Ezt se indítottam, hát mivel működik a hidrolika? Hát, fucking izé, logic. Ez mi ez a kör, hallod? Ez a kör, ez izé? Ez mi ez, nehogy belejöjjenek, mert összetiporom őket? Gyerekek, ez a kavics, ez mi? Na, várjál el! Hallod, dönteni lehet a működést? Dönteni nuku, mi? De minek az? Várjál. Hát beküldöm én, várjál, keresztbe, hosszába. Teker ki a korba, egy mi ez? Izé, Citroën? Egy tengelyes... Az igen, gyerekek, kiteker, jám! Figyelj a hátsókereket! De várjál, hallod? Hát nem kéne hátsókereknek közbe forognia? Jó van, de? Ne szóljál be! Jó lesz az érzem, hallod? NTS 2 verő, ok. Hallod, bólintott a targot, szóval hallod, be, szerintem valami kéziféket én behúztam. És a hátsó kerék ott már van állva, hallod, tesó. Már tönkretette a járművet. Kikészítette. Szép csapta. Na. Amúgy jó, mert jó. Gyű. Forgatott felli van rajt. Köln. 15-es. Na. Azt be, figyelj el. Kap föl. Ó, gyerekek, fölteszem a tetőre gumipókkal. Hallod? Kikalapáljuk majd, na! Bár egy belső részedben ilyenkor lenne a legjobb, van belső... Az igen! Kösz! Ez a Torettónak a izéjét cuccál vissza. Hallod, de a hátsó kerék az véletlenül se izéje rám. Há. Figyelj, nem lehet, hogy ezzel leszállítom? Esetleg nincs olyan izéj opció? Megy egy targoncával, le! Na, figyelj el! Kipör megoldja, figyelj el! Hogyan beteszi? Ezt vannak vele, oda nézzél! Fölemelem a Berlingot, gyerekek, figyeld a... Gyulikám a Berlingot, jó. Hallod? Automat is betette ajtót, na most aztán merre kell menni, gyerekek. Köleinek szerelni, vagy ilyesmi. Start engine. Hallod, hol vagyunk? TR. Ez milyen törökök vagyunk? Milyen játék ez, török? Ha mi vagyunk a izé, hakán sükű. Ne, ott meg ott a konkurencia izét. Lopják a fát, azt adják el a izai tesók. Szevasz, tesók! Hát hallod, ilyen fostalicska kocsik vannak itt csak? Hallod? Nagyon adja, de várjál, piros a lábam, vagy zöld? Világít az összes szín. Zöld, nem? Oké, hallod? Fesztelünk. Van mentő is. Durva dolgok lehetnek itt, hallod? Remélem nem Angliában vagyok, azt jobb kormányos.
Merre kell mennem? Jobbra? Hallod? Tankolja, nem köl? És milyen mi világ, gyerekek? Most mondjátok meg! Hát szerintem a piros egyébként. Most mi? Megbüntetnek? Nem kockáztatok, hallod? Alig van egy kis auróm. Na zöld, most! Kilövünk, hallod? Belső nézet, úgyis írnátok. Azt a betyár, hallod, mennyire előre ülünk? Hát döntsük hátra, lehet, oda nézzék, 21-jel megyünk, ne szórakozz, tökéletes. Hallod? De várjál. Merre kell menni? Figyelj, az a tükör, apám! Oh, nem nagyon akar a tükör. Jaj, valaki ránk van mozdulva, várj. Nem látok egyszer... azt? Nem jó ez a nézet, gyerek, nem tetszik. Figyelj, körforgalmat megcsúsztatom. Izébe veszünk be a körforgalomba. Drift előtt! Álljál meg, piros, nem érdekel, átmegyek. Nem látta senki. Vannak jarnok gyerekek, hallod? Itt kell menni erre le. Autópályával is kell menni. Hoppá, tudom, revillogja, arra megyek le. Ne legyél hülye. Hopp, jaj, de már összetörik, fragilával, izé. Oda nézzetek, vannak itt izék. Dunai hajós, minden. Hajóska, erre megyünk. Jó, sokat mentünk a pályán, gyerekek. Remélem, izét nem büntetnek meg. Hallod? Üveg hangig kihúzhatom a gépet. Na! Orani! Hallod, ezt betette, hallod az Audit, nem láttátok? Rendesen izé. Komolyan hozom, rendesen izé. Csúszott. Ne szórakozzál. Hát itt ilyen állatok vannak. Na figyelj, bemehetek, vagy valami lesz. Itt ilyen állatok vannak, gyerekek. Nem hangos a játék, mert akkor szívem szúrom magamat, hogyha hangos. Remélem le is kell targoncázni, hallod? Ne szórakozzál. Aztán mennyi pénzt kapok ezért? Nem sokat, mi? Na, hova követni? Álljál le! Mutassa! Mutassa, de nem oda! Mi? Ide? Parkolóba vagy mi? Na, ide teszem, ne? Nehogy nekem köljön! Az! XP-t is kaptunk, hallod? De figyelj! Mit kaptunk? Ilyen izé... C, nem tudom, ez valami török korona, vagy nem tudom, mi arról rák. Experience, oké. Okay. Jó, hát akkor most meg mehetek vissza, nincs olyan, hogy megtök a rege? Vagy ilyesmi, vagy mi van? De várja! Na most izé van, álljál le, térkép az nuku. Nyomokám én itt mindent. Na, itt ez a kör, innen is lehet vinni árut, gondolom. Ott te! Hát gyerekek, itt nagyon sok izé van. Opció. De várja, el kéne adnom a verdát majd, aztán venni egy nagyobb izét, fullosat. Na! Állja meg, figyelj, melyik a legnagyobb? Melyik hozza le egy nagy pénzeket, hallod? Figyelj, na 5000-et, De várj, ez kell utánfutó, nincsen utánfutó. Honnan az árkból szereznek, vagy mi adnak? Ha adnak, biztos, figyelj. Ott a nézőtás, mérem. Itt vannak különböző nagyon komoly... De figyelj, hallod, ezzel a nagy izével, a nagy verdával 7000-et tudsz keresni 5 kilométeren. Úgyhogy még pótot is húzol. Ezzel meg hallod, mit volt? Itt volt egy 4000-es. Most semmi. Viszed a izét, viszed a betonkeverőt, vagy az agregátort, vagy nem tudom. Hát hallod, ez nem valami elég érdekes. Nem 3000, de mi? Nem ígyünk egy ilyet, hallod? 4 kilométerre el kell vinni izébe. Kenyába, nem számít. Na. Adjál neki Sándor, de úgy látom, hogy itt volt izé is. Utánfutóval kell venni. Ott a futó, hallod? Futóbérlés. Na. Na, én ugorjál meg. Jó, itt még mindig a hátsó kerék. Figyelj, hallod? Ezt föl be kell raknom hátra. Most meg kell... Hallod, ez tényleg? Amúgy elmondom nektek, én nagyon elvittelem itt a dolgokat. De hallod, ez jó. Ez jó, ez a koncepció. Sokkal... Most... Kövezetek meg. Tudom rengeteget, és kettő. Fun van. Fun. Mármint ugye fun van. Rengeteg és kettő fan van itt a izébe. Hallod, a Berlingot megint fölvekapom a izére. Fölveszem az utánfutóra. nagyon sok fan van itt, biztos. Fan Factory. Na! Oké, megyünk. Edd be ajtót, úgy. Na, oda nézzél, már valaki itt, valahol láthatatlan ember nyitogálja nekem itt a dolgokat, te. Hát mi van itt? Hallod, van telefonszám, fölhívom, esküszöm. Figyelj, nulla... Hallod, mindjárt felhívom, esküszöm, 078-35-35-00, hallod, ezt megmondom, kiégett az égő. Fölhívjuk. Valamit egyszer fölhívtunk, gyerekek, a izét, a
úgy akkor a telefonszámot, azt nem akartam rendelni egy ekét, amik az Axiálnál emlékeztek arra. Volt ilyen, aki nem emlékszik, hogy nem volt akkor még a csatornán, az komoly volt, megcsináltuk ezt, gyerekek. Az nagyon-nagyon brutál ez a verde, csak hogy a hátsó kerék nem fordul, az nem... De miket matott a gyerek, figyelj. Jöjj, bazza. Valaki le sparizza. Egyébként a fizika nem rossz, hallod? Itt lehet izé... Ajjaj, és figyelj, öcsém, tekerem a kormány. Komolyan veszem, figyelj, nem cseszem el a képből, nem az a fajta. Mert az... De valami nagyobb targonca is van, úgyhogy majd lesz itt árupakolás, hallod? Hallod, ide kéne egy targonca, hogy Buddy, hol vagy? Aj! Hallod, ez úgy ugrik, mint a hortilova. Ez a targonca, komolyan mondom, mindjárt nyomok egy ilyen izét. Kemblock féle driftet. Körbe itt az oszlop körül. Hallod, ekkora feje, öcsém, ez körül... Nem nézem körbe, meg semmi. Hallod? Be van állva nyaka? Csámolat. Azt a hallod? Milyen szemetesen, mert megrántod az nyakadat. Ekkora fejem lenne. Ez már nem fej, hanem fúj, gyerekek. Ekkora fejem lenne, eljátszanám tombolába az. Na. Tesó, figyelj! Nyúlik a kezed. Hallod? Bát át is ütünk. Jó van, izé, kapcsoljuk fel a izét. Tével fel tudjuk kapcsolni a trélert. De várjál, rá kell tolatni. Na, tolatol vagy nem tolatol? Na, van rá izé? Tével, ja. Dick! Oda nézzél, ruganyos! Na, menjünk! Hova kell venni? Figyeljetek, tudjátok, még időre megyünk, küldjük neki, mint az őrültek. Most veszünk valami másik verdát, szerintem hallod, én nagyon annyira élem ezt a játékot, hogy beszartok. Mennyire van fizika? Ott lehet neki csapati. Izék vannak, slick-gumik vannak a verdán, szerintem. De várjátok, itt nagy forgalom, kivágorok, milyen police. De mennyire szaros izék, de mi a franc, itt halljátok, itt rendesen döntik a kanyarba, mert... Hoppá. Rendesen döntik a kanyarba, hallod itt a verdákat. De várjál, hallod, ez nem fut szépen ez a játék szerintem, ezeket a nagy hatalmas tereket nem tudja kezelni. Hopp, nem jó fele jövünk, álljál meg. Figyelj, egy kicsi offroad. Figyelj, lehet menni az útról, az jó, hallod? Várjál, nem lehet ezt összetörni, ezt a rakomány, nem akarom. Na, mennyi hajó? Oda nézz, ott meg van a Golden Gate Fish, csak miniatűrben. Le van csapva tetejébű, na! Hoppá! Álljál le! Hopp! Kicsit kifaroltuk. Fizika azért odaver. Na. Megindulunk. Húzas ki, tessé. Hallod? Mennyibe megyünk? More. Dick, most akkor mi van? Hopp! Oh, azt a betyárul istenét! Hó, oda nézzetek a Dodge, hallod? Dodge Ram! Ugye? Az azért ott van. Halljátok, rúg rendesen ez a gép, hallod? Na jó van, okosba megyünk, mert nem kapunk fizetséget, azt nem veszünk új verdátokat. Tényleg most... Finoman. Nem merek belső életben, mert ez egy halál, hallod? Ez nem úgy ülünk, mint majom a köszönükövön. Az is dönti ott a gépet, gyerekek. Halljátok, itt ilyen izé halálos irromba fickók beletik a életet, a autókat. Rendesen úgy kanyarodott ki, hogy megcsúszott a zseggel. Kilincs előre mennek a gépek. Na. Mennyi van? 80-na megyünk? Hát tiszta Need for Speed. Oh, nem láttátok azt a Ducatot vagy Transitot? Hát az is izé, csúszott ki keresztbe. Hát komolyan mondom, mit vannak itt? Hát nézzétek vissza. Hát keresztbe mennek a vépek, gyerekek, ott egy kamion. Úristen, félek. Ilyen török sofőrök, hallod? Mentek a Krisnájukkal vagy mi a francukkal. Az nem az. Hallod, mekkora GPS van itt, Jézus Mária? CD-s, rádiós, magnó is van. De hallod, nincs meg a mutatója izének. Az üzemanyag jelző mutató hiányzik, gyerekek, nézed már meg. Hallod, testvérem, de most komolyan. Nézed meg a műszerfalat. A hőfok megvan, üzemanyag jelző mutató az meg elkopott. Leesett a földre, vagy nem tudom, hallod. Mi van? Mit csinálok? Te édes Istenem! Hát megyünk a New Yorkba. Ott a Dodge Ram, hallod? Még rendesen félek, hallod? Gyerekek, ez alá kerülök, az baj lesz.
ilyen török kamionosok. És aztán... És aztán mi van? Kiló tízzel úgy hajtunk, hallod? Visszük a izét. Visszük a dobozokat. Na már egy külső nézet. Ez az. Mennyibe megyünk? Kiló 20, hallod? De megy ez mind az őrült. Várjál. Hops, itt le kéne vennem jobbra. Úgy, úgy. Na nézzétek meg a kis izét! Honda Civic ez, vagy mi volt ez? Prius-t? Hogy betette, hallod? Hogy betette kanyarba? Ezek őrültek, gyerekek. Menjél már testvére, vagy valamit okozzál, akkor húzasd ki a Prius-t, úgy. Hó! Hogy gyorsul, hallod? Mi ez, Tesla? Na. Itt emeljük jobbra. Jelen, a következő elé. Hát ez bolondok laknak itt. Figyelj a kamion! Áááá, Sanyi! Az igen, a sattúzott, hallod? A török kamionos nem szaragul itt. Baszeg. Ez egy nagyon életű, hallod? Tényleg török kamionosok, driftelő izék, dukátosok mennek mindenfele. Hoppá, van izé, fánkot lehet kajálni, hallod? Hallod, ide az A4-es Audi, vagy az A7-es Audi kell, vagy mi volt az? Mikor érünk már oda, hallod? Go to garage lesz. Oda nézzél-e! Figyelj a kombány! Kombány! Kombány, csak izé! Nehéz kilátni belül. Vakon mész. Az igen, gyerekek. Hát ezek a kombányok egy kicsit levannak szedelve. Az igen, traktorok is vannak. De nem a legszebbek igazából. Kicsit. Miért történt így, gyerekek? Jaj, bazán. Hát itt vannak a szép házak, eh? Ja, ide kell bemennünk, vagy hova? Álljál meg, Sanyi. Ide nekem, még jó, hogy nem kell lepakolni, meg is borondulnék, hallod? Merre kell menni? Itt átvágják, vagy mi a? Jó, mert át lehet vágni itt a nézet, gyöppön is. Na, figyelj, de itt is izé, fatolvajok vannak. Mi van, bekötolattam? Ne szólok hozzá. Figyelj, beállok ide, nem? Most mutassa, hogy még bodajtolassak be, hát majd rájössz testvérem. Nem akarok tolatni. Ne, sípol, hallod a Berlingo, mit szólok hozzá? Citroen Berlingo, vagy az igen? Hallod, emeli az elejét, ahogy elindul. Nem hiszed el, hallod, ez brutális az a játék. Ez egy... ez egy kicsit olyan izé. Ez tudod, egy ilyen... Ez az a típus, ami... Szalamúnyuszi-nyuszi, az nagyon túlik, tudod így. Ilyen kis ilyenek állítja be magát, kis laza játéknak az közben, meg itt ilyen halálos iramba stílus megy. Meg ilyen őrült gépek, na. Continue. Hallod, megkaptam minden, nagyon jó lett. Figyelj, mi? Valamicsoda, itt nem lett pipa. Törtem valamit. Jó, van, fizettek érte. Hallod? Jó van, oké. Okay. Megnézzük, mit lehet venni, jó? Gotoga regé. Van restart mission, hogy nagyon elcsöszön. Annyira azért még a kipa se tudja, na? El lehet adni? Switch camera. Nem tud eladni, hallod? Ez a baj. Én úgy érzem. 6900, nincs olyan, hogy eladás. Szerintem nincs, gyerekek. Baj van, gyerekek, nincs olyan, hogy eladás. Hú. Vaj, Minivan, nincs olyan, hogy eladás. Minden van, csak az nincs. Úgyhogy ez bajos. Hú, bázik. Úgyhogy akkor ezzel csak ezeket a dolgokat tudjuk csinálni. Hordhatom itt a szenet egy két évig. Várj, mi van még? Igazából pick-up-pal is csak azt tudnám vontatni, nem? Igazából pick-up-ot ezt nem érdemes megvenni. Hallod? Mennyibe kerül? 109-es izé, az Audi? Megőrülsz. A török. Ne oda nézzetek a négy kipufi. Azért van ahogy ez egy craft. Na. Panel van. Ezzel mit lehet? Ezzel is mit viszek, hallod? Mi folyik? Mi fér ebben? Igazából amit szerintem érdemes, ez a nagy dögge, nem? Truck. Meg ezzel a trucka. Innen meg igazából ugye ezeket, ja hát beoralva a kereket argonca. Jó, gyerekek, figyeljél, hallod? Ez nagyon brutál ez a játék, ugye azért megküldeném azt az Audit. A multiplayerbe, hallod? Multiplayerbe mit csinálsz? Ott valaki, hallod, multiplayer az igazából így meg is tudja, meg is mutatja, mint tudsz. Egyik ember tud targoncázni, nőcike benne üdögel, a Mamba. A Scania-ban nincs senki, a Scania-nak
itt bennül a fickó, a csávó meg így áll, és akkor mondja, hogy rajt, most töröd le, hogy ezért, igazából. Én ezt vállalom itt a sárga sisakban, hogy én tartom a kezem égnek. Na jó, a gyerekek, szerintem akkor ennyi volt az első rész. Hogyha akarjátok, írjátok meg, jó, hogy legyen belőle, meg szeretnétek-e, fuvarozz-e a Keeper, mint a bolonda ízét, legyen komolyabb stílus, vagy inkább legyen ilyen. De, és meg döntsétek el, hogy RTS 2-nél jobb-e. Igazából szerintem, én megmondom, hogy én mit gondolok az egészről. Én azt gondolom, hogy a koncepció az túlmutat az RTS 2-n, a megvalósítás viszont én úgy érzem, hogy nem éri el azt. Ez igazából, hogyha ez a koncepcióval menne az RTS 2 ugye sok járművel, nagy távolságok, viszont ugye te esetleg te raknád meg a kamiont, ha akarnád esetleg plusz pénzért, vagy mit tudom én, kavicsot szállítanál, akkor azt is úgy raknád meg, daruva raknád meg mondjuk a nehezebb dolgokat, meg így különböző több járművek lennének, különböző több típusúak, akkor tök jó lenne az RTS 2 igazából. Ebből az RTS 3-at, hogyha majd egyszer meg fogják csinálni, akkor ugye lehetne az, hogy kicsit tovább gondolják azzal, hogy adnak neki egy ilyen kis puszt, hogy jó, érte, értitek, mire gondolok, elbúcsúzom, igen, nem húzom az időt, szerintem úgy sincs itt már senki, csak magamnak mondom, és majdnem kinyomtam a számítógépet. Na, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, csácsomi csőtészta!